Az ikreket kiskorukban gyakran öltöztetik egyformába. Ebből adódóan és természetesen az egyforma külső miatt sokszor összekeverik őket. A hasonlóságukat azonban az ikrek a saját javukra fordítják. Egyszer a középiskolába használtuk ide, akkor is már ő negyedik osztályba. Úgy volt, hogy egyik tantárgyból én megtanultam az anyagot, és akkor lefeleltem egyik nap, mert önkéntesen lehetett jelentkezni, hogy ki akar felelni, és akkor tanár úr kérdezte, és másik nap megint volt óránk, akkor megint jelentkeztem a testvérem nevébe, hogy szeretnénk felelni, és akkor ő az egész osztály nevetett, de tanár úr nem tudta, hogy mi a helyzet. A gyerekeknek sincs könnyebb dolguk, ha a szülőnek ikertestvére van, főleg akkor, ha egypetélyű ikrek. Hát nekem már volt olyan, hogy így ettem valamilyen csokit, és akartam odaadni, mert már nem bírtam megenni, és odaadtam, és közben nem is az apukám volt, hanem a Radoszki Márknak volt az apukája. És neked volt-e már ilyen élményed, hogy összekeverted apukád a testvérével, és elmeseled nekem, hogy ez milyen volt? Igen. Olyan, hogy mikor apát akartam szólítani, akkor összekevertem, mert a fülbevalójuk nem egyforma. A szombati iker találkozóra összesen 6 ikerpár érkezett. Közülük 4 gyermek ikerpár volt, és 2 felnőtt. Ezt az egész rendezvényt azért szerveztük, hogy kicsit fölmérjük, hogy mennyi iker is van, vagy szerettük volna látni, és egy nagyobb volumenű rendezvényt szerveznénk, ahol egy kicsit színvonalasabban tudnánk megszervezni egy ilyen iker találkozót, hogy mégis lássuk, hogy zentán hányan vannak. Az iker találkozót már második alkalommal szervezték meg. Az elsőre még 2011-ben került sor, akkor 15 ikerpár jelentkezett az eseményre, ahol a legkisebb újszülött 3-as ikrek voltak, a legidősebbek pedig egy 67 éves kétpetélyű ikerpár.